10 versenyző mérette meg magát a Gyulai Memorial férfi kalapácsvető számában hétfőn Székesfehérváron, köztük a dobóesse kiválósága Halász Bence. A győzelmet 80m78-al az ukrán Mihajlo Kokán szerezte meg. Bence 78m12-vel a negyedik helyen zárt. Csaknem másfél méterrel javította meg idei legjobbját. Nagyon örülök neki, hogy sikerült előrelépni, hiszen nekem ez most egy nagy mérkőző, nagy előrelépés. Nagyon örülök neki, de voltak olyan dobások, amit igazából, hogyha még jobban végigcsinálok, akkor tudtam volna javítani, de igazából nem baj, nem léptem el az összes puskaport. Örülök az egész versenynek, nagyon jól éreztem magam, és ez már nagyon kellett. A szintén dobóesés Rába Dániel 74-99-el ötödikként zárt. A nőknél Gyurács Réka egyedüli magyarként lépett dobókörbe, 69m80-nal az ötödik helyet sikerült megszereznie. A számot az abszolút favorit világcsúcstartó lengyel Anita Vlodarczyk nyerte. Réka elégedett volt a teljesítményével, a verseny előtt a legjobb nyolcba várta magát. Nem gondoltam, hogy én itt ötödik leszek a mezőnyt előzetesen látva, de úgy éreztem, hogy akár egy nagyobb dobás is összejöhetett volna, úgyhogy remélem, hogy ez majd még idén sikerül. Mindkét szombathelyi kalapácsvető ott lesz Tokióban. Bíznak benne, hogy sikerül a formaidőzítés. Réka célja a 70-71 méter, ha ez sikerül megdobnia az olimpiai selejtezőben, elégedett lesz. Bence kérdésünkre azt mondta, szeretne az ötkarikás játékokon a mostaninál jobban teljesíteni, de ha meg tudja ismételni a hétfői eredményét Japánban is, már nem lesz oka panaszra. Az olimpia kalapácsvető számában augusztus 2-án rendezik a selejtezőket.